csak nem mutatok valamit. Bemutatom, mit tartott a Margit. Na, az úzás Ocihoz. Na, sétáljunk le. Yeah. Kis séta. Fika. Jövünk, Oci. Igen. Csak a Facebook az van. Megjött a tablet. Most már mindenki tudja a kódomat. Most már mindenki tudja. Go! Push hard! On the way, srácok! Menjünk Jocihoz. Mindjárt megérkezünk. Menjünk megbeszélésre. Na, folytatjuk. Oh, shit! Spot az ágyból! Hello! Sziasztok! Elhoztam kedves barátomat, Viktor Jocihoz. Más néven Spot, és próbáljuk kicsit kifogatni pár percbe, hogy tulajdonképpen hogyan is alakul neki a mostani helyzete a bulikról, és hogy tulajdonképpen hogy jutott el idáig. Jó, na, hát így igazából az első kérdés az, hogy így röviden, közelágból, így a életedet, vagy hogyan kezdted el. Hát ez igazság szerint, ami nagyon döntő volt, így azt mondom, hogy mérföldkő, még a Budvai szájba dolgoztam, hát ott meg mindenes voltam igazság szerint, szép lassan görömvétem följebb mászkáltam, de a lényeg az, hogy ott láttam azt, hogy milyen, amikor egy hétvégén 4-5000 ember bulizik, több helyen vagy 5-5 helyen egyszerre, és az fogott meg, és akkor már tudtam, de hát már azelőtt zenéltem, vagy 4 évvel, csak akkor már úgy tényleg már benne voltam minden egyes féle munkában, ami ahhoz kell, hogy egy jó bulit hozzál össze, vagy egy jó helyet hozzál össze. Hát én csak gyűjtöttem, hát meg ezer egy millió próbálkozás, meg nem tudom, 80 alá remékszem túl, meg így nem tudom hány 100 bulin túl. Most tartok ott, hogy próbálok lebetonozni egy alapot, amire tudunk építeni. A Mikey például tudja, hogy régen már régóta csináljuk a Csepelen a bunker bulikat, ez nem tudom, 7.-8. Schaszper kb. Nem tudom, de az a lényeg, hogy azt szeretném elérni, hogy idő után olyan szinten legyen egy X, nem tudom, azt mondanám, hogy csoport, most nem tudom, hogy csoport, inkább egy társaságról, hogy inkább meg barátokról. Igen, baráti társaság, mert próbálom a maga a klubot, a házi bulit, meg azért underground stílusú valamit összehozni, és eddig sikerült is, eddig tök jó voltak a bulik, hát eddig csak pozitívum jött vissza, úgy negatív nem nagyon, de... És hát én még bunker szűz vagyok, én még nem voltam még így a buliban, és igazából az van a kérdés, hogy mi várható, hogy stílus, zenei stílus, ez lesz több DJ vagy? Hát elvileg úgy terveztük, hogy tudjuk az emberekkel is foglalkozni, mert tényleg nem tudok velük jobban már foglalkozni, mert tényleg sok egy emberre, vagy még kettőre is, de szerintem még háromra is. Úgy tervezzük, hogy legalább két DJ legyen. Ami pozitívan tudok mondani, aki volt, az nagyjából tudja, hogy mi várható. Próbálom összehozni a brigádot, és próbálom összehozni az embereket. Befogadó képesség. Befogadó, igen, próbálom azt, hogy összetartani az egész
brigádot. Nagyon örülök például, hogyha jönnek új arcok, új emberek, mert tovább viszik ezt az egészet, és megérezhetik azt a feelinget, amikor egy nap végén azt tudja mondani, hogy hú, köszönöm szépen, isteni kurva jó volt, és hogy ezért végre egy olyan hely, otthon érezhetem magam. És ez, amikor ez így mondják, tök mindegy, hogy veszteséges volt a buli, vagy nem, de a buli minősége attól függetlenül 100%-os. A sörnet keresett? Aha. Mikor is volt az utolsó part? Hú, hát szerintem az évelején. Nyáron, Szerintem így az évelején lehetett a bunkerbuli. Iszonyat jó volt. Nyilván tudnám, hogy szerintem itt az eddigi szinteket. Már tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Hát persze csak annyi volt a probléma, hogy mindig változik a létszám. Egyszer 80, 90, 40, 30, és mindig változik a létszám. Habár a színvonalon ez nem látszik meg, csak azért az emberek... Mert igaz esetben azt mondanám, hogy mindenki azt mondja, hogy messze van, de mit jelent az a szó, hogy messze? Hogyha én valakit kedvelek, vagy tudom, hogy ez nagyon jó lesz, akkor nekem megér másfél óra, akár két óra buszozást is, vagy tömegközlekedésen szenvedést, vagy autóval, hogy beüljek, és ezért, mert egy havonta egyszer van, vagy két havonta, két hetente van egyszer, nem valami minden hétvégén leugrok valóban kocsmába, klubba, valahova, én még hétköznap is, hanem havonta egyszer van, és akkor legalább egyszer, de havi egyszer, de megadom a módját címszó. Ja, és mindenkit megkérek arra, hogy Dwight, ha ki cigizik, az hozzon cigit, mert nem vagyok Dwightból. Arra próbálom mindenkit húzítani, hogy jöjjön el, nézze meg, szeress, és biztos, hogy fogja szeretni, és lesz. Szóval szerintem érdemes legalább egyszer, de jövő többször volt. És reméljük többször eljönnek az emberek. Csőzet, sziasztok! Visszakönézni. Tudod, hogy már nem miatt lebaszni.